Senki! Itten Halató vagyok! Viszont az előző videóban jól sikerült. Halató volt. Látszik ez a vocal screen alkalmazás, hogy X64-essel tömöríti le a videót. Eléggé tömör. 26 perc kb. 40 megabyte volt. És most miről is legyen szó, miről nem? Itt látszik, hogy van ez a háttérkép. Én ezt szoktam kerékpározgatni, mozogni, az agyat lesen feleszteni. Na itt nem én fogalmasok helyet, jobban utána nézek. És van ilyesmi, hogy... Disk. Itt is van. Eltelt 88 fokos. Hát nem tűnik van életűnek ez a fokmérés neki. És miért is van? Talán 12 gigabyte terhely van, hogy csak szabad. Máshol lehet nézni pont a melyik mappa, ami legtöbbet visz el. Melyik is az? Van a Fire Manager. És kérd kapcsolva, hogy soha nem mutassa a képeket, tumma éjszakat. És tovább lehet nézni aztat. Firefoxban. Ilyen kicsi alkalmazás. Az lenne neki, hogy... Stacer. Máskor a... Sork Fortune volt. Most már a GitHubon van. Egyszerűen csak át bekéne ezeket a Common Line-ban. Arancsokat. Letölti a csomagokat.
Sötrepíti! Mindössze az egész. Huszon megabájt! És 20 megabájt az, hogy is hívják. Kb. Olyan. Egy perc alatt letölt. Akkor kicsikét elszámoltam az egészet. Oda-vissza van akkor. Egy perc alatt 40 megabájtot. Húszszor. Egy. Az 20. Beszorszom. Órában. Szor. 60. Szóval. Egy óra alatt 1200 megabájtot letölt. Meg feltölt. Úgy lett kiszámolva. Nem. Mert ez be kell szoroznom még szoroszom kettővel. Oda vissza legyen. Az annyit. 2000. Két, már nem, 2,5 gigabájt oda-vissza tölt az internet. Egy órában, ezt beszorszom. 24-en. Az annyi, mint egy nap alatt 5, mennyi? Megabájtot? 57.600 megabájt megy oda-vissza. És ezt beszorszom. 30-a. Egy hónapra. Akkor ez vissza ennyi megabájtot folyasztok el. És ha ezt osztom én 1024-en megkapom a gigabájtot. Most meg kilépett. De nem. Mostan 1024-el. Ez a gigabájt szám. És ezt osztom 1024-el. És 0-24-el. Itt van! Orosabban! Egy egész! Felkerekítek egy kicsikét. 1,5 terabájtot minek kell. Kellene inkább 1,80 legyen. 1,80
terabájtot bírok egy hónapba. Megmondom miért? Azért, mert nem számoltam bele a gyors internetet. Plusz 100 gigabájt, ami jó gyors ne lehet használni, az inkább olyan 1,80 vagy inkább 1,70. 1,70 terabájtot kellene. Én meg ebből 700 gigabájtot ment el, az annyit jelent, hogy 1 terabájttal kevesebb. Hogy nem jó. Interneteztem, nem jó, streamelgettem, se nem töltögettem, se nem gondolkodtam. Ugye az agyamat valaki próbáltam manipuláltatni. Ismét néztem filmeket, sorozatokat. És ehhez vezettek, hogy nem lett meg az 1,80 terabájt fogyasztása az internetnek. Hogy én ezért adok pénzt, ki? Hát, nem. Addig feltelepül ez a Stacer alkalmazás. El is indítom. Mindjárt elkeresem a vétel. Lenne Stacer. Egyáltalán el fog indulni? És hogy nem fog? Na. Úgy néz ki, hogy... meg lehet ez az alatt? Ha én nekem. Nincs ez a plusz 100 gigabájt gyors internet, akkor ha én 30 nap alatt ezt is nem kapcsolom ki a számítógépet, hanem oda-vissza töltődik, meg feltöltődik, az annyi, mint 1,700 gigabájt, terabájt havonta. Ennyi a 1,80 maximálisan el lehet visélkolni. De nem lehet, a maximum ilyen, én mondom mennyi. 2,100 terabájt. 2 terabájt a maximum, hogy 5 be lehet aktiválni a 100 gigabájtot. És akkor kijön 2 terabájtnak kb. Valóságban az internet egy telefon számra havonta. Annál többet nem lehet. Egyszerűen le van korlátozva a mobil szolgáltatás, hogy havonta egy felhasználó csak 2 terabájt adatforgalommal lehet. Nem semmi, hogy már ezt is ránk szabják, hogy csak 2 terabájt lehet. 2 terabájt az eléggé kevés. Az mennyi, úgy kell képzelni, hogy vesző egy 2 terabájtos. Már nem ezt! És annál többet, hiába nyomod, nem bírsz többet elérni. Ez a felső határja neki. És ne vannak mindenhol a felső határok! És még. Azt mondtam, milyen gyors az internet! Ennyi. Ennyi van, és készen van. Mert ebbe is egy tipikus erőszakot annak. Rád erőszakolják azt, hogy te 2 terabájtnál többet nem bírsz netezni egy hónapban. Ne beszéljük az újabb filmekről, ilyen Netflixekről, amik UHD-ban vannak. Nincs akkor erre tömörítve, de már azok is le vannak, hogy fölösleges a gyors internet. Mert van ez a
Tömörítések! UHD X64 8K. Ez az X 200. Huszon. Kétszázhatvanhat. Na, ez a legújabb! Újabb nincsen! Annyira le van tömörítve, hogy ezeken vannak a legújabb streaming szolgáltatások. Vagyis EVC, MPEG 4-es, MPG 5. Már félment az MPG szám is. Vagyis az nem, vagy VVC. Na, tömörítve! Ezekhez jobb szájtógép is kell, amik kitömörítik. Vannak ezek a vackok, amik le vannak tömörítve, és egyszerűen nem kell nagyon sokat. Szóval nem kell a gyors internet. Minél jobb. Szállítógép kell, kibírt csomagolni. És van 265 beemletek, 10 GB-os, az volt egy 90 perces 4K-s videó, amit meg csak 5 GB-os. Hogy le vannak tömörítve. Hát, vannak ilyesmik. Vedd a másik számítógépet meg. Amik le vannak, le lesznek tömörítve. De az ittán, hogy vannak, hogy tömörítve vannak, a valóságban is, máshol is ugyanezek vannak. Nem vetitek volna észre, minden tömörebb, mindig kevesebb van. A kevesebb, az jobb. Sok kevésből sok szar kell. Van
Minél több filmet bírjátok nézni, 4K-s videókat, arra jobb tömörítő kell, de ez jól is hívják, jobb. Set-top boxok is kellenek, és még a szabványt, számítógépeket is le kell cserélni mindent. Ami jó sok pénzbe fog kerülni. Nem úgy, mint a régebbi időkben, hogy mi volt a VHS kazetta, hogy egy és fél óra hossza, akkor volt a szalag, annyira ráfért tömöríteni. Nem volt tömörítés. Abszolút rajta! Most meg minden le van tömörítve! Digitálisan. Kösebb hely kell neki! És aztán egy dekódoló ki tudja számolni, egy processzor, ami ki fogja csomagolni. Itt van minden tömörítés. Ez a sok tömörítés, meg tudom, milyen fackok vannak. Elégedj meg a kevéssel, mind-mind az ördögnek a műve. Az ördög mindent megtesz, hogy minél minőségtelenebbek legyenek a filmek, a sorozatok. Vagy ilyen ingyen, illegálisan nézhető filmek, csatornák ilyen online filmek tévé. Kamerás felvétel nézegetnek, a gyenge elme a munkás elme. Ez annyit képes kibírni, hogy nézze, lássa. Látom a színészeket, nagyon örülök neki, nagy izgalmakat ad, nagyon jó. Ott van egy színész, és látod azt. És hogy azt, aki képes nézni. Komoly gondjai vannak. Ha én nem lettem volna olyan közösségbe benne, nem kellett volna oda járnom, nem kellett volna bámulnom, mai napon nem így lett volna. Az is lett, hogy már tics nem lettetek volna. Nem így alakult volna semmi se. Nagy valószínűsége. Már régesség óta már vezető lettem volna, de nem az lettem valahogyan. 4-5-6 már az enyém alatt lett volna, de nem. Jaj, a szegény kis munkásnak egyéni jogai vannak. Én osztrom le az egyéni jogaitokat. Vannak ilyen sátánista szerzetek is, akiknek elment az eszük. Meg kell azt érteni, hogy a munkásnak nincsen egyéni jogai. Külön jogai nincsenek. Hogy nincsen külön rétegeződései. A többinek, hogy a munkás nagyon kezdve beképzelték lenni, miért? Én úgy érzem, hogy a sátánista szerzetek is már nem a régek, mint kellene lennük. A régebbi szép időben metszettek, az a múlék, ha sikerült bejutnom, elézem, ha nem úgy viselkednek, akkor egy-kettő lemetszem őket. Sorba! Egyszerűen nem lehet ezt így már. Tényleg már? Az lapokhoz nem ragaszkodnak! Az lap az volt, hogy nincsen rétegeződés. És nem tesznek eleget. És nem tartsák fent a jót. Ezek a kis büdös munkásokkal. Hát, ez ilyen kicsi, rövid kitérő volt. Másoka is van itt mindennek. Egyet kell metunni, aki nagyon sokat pofázik. Azt már régeség óta. Itt van régeznem. Ez van. Nagyon veszítem a hírnevemet. Néz ki, hogy. Azért lett ez így, mert sok gonosz szálltam össze. Sok hülye, üdös munkással, akik abban a rétegben tartoztak. Nem álltam volna velük össze, vitatkozni, de ők vitatkoztak, én velem. Legessenek. Köszönünk volna. Ott volt az a sziopata avónők is. Most nem kezdem el ezt, mert ez hosszabb volna, mint most a technológiákról volt szó. Arról van szó, hogy az ördög mindent megtesz, hogy minél kevesebbet legyen az internet. Hogyha te nézi filmet rossz minőségben, annál kevesebb. Ez jó valakinek. Beveszed a drága internetet, és nincsen. Kihasználom. Megint egy munkásszót használtam. Kihasználni. Használnod kell aztat meg. Amasztat! Hogy a szókincsem is mi van romolva! Hogy komoly gondok vannak itt. Másfelé is! Nem veszik észre magukat. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Ismétlen. Szevasztok!